Utcakoncerten élvezhették a Tutta Forza zenekar előadását a kerületi lakosok a Szent László téren Kőbányán. A Szent László emlékév rendezvénysorozatának egyik különleges eseménye volt ez, amit az Eszterházi Magánalapítvány is támogatott. A koncert előtt Fehér Gyöngyivel, a Kelet-Pesti Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettesével, Balug Attila helyettes esperessel plébániai kormányzóval és Bakó Rolanddal, a Tutta Forza zenekar vezetőjével beszélgettünk. Honnan jött az ötlet, hogy utcakoncertet szervezzenek, és hogyan állították össze ezt az egész rendezvényt? Tavaly novemberben, mikor elkezdtük a Szent László emlékév programsorozatot kitalálni és ötletelni, hogy milyen rendezvényeket szervezzünk, akkor Menyhár Sándor igazgató úr kitalálta, hogy rendezzünk egy utcakoncertet. Ehhez a kezdeményezéshez hozzá kapcsolódott az Eszterházi Magánalapítvány és a Szent László plébánia, így a három csapat tulajdonképpen összefogott és megszervezte ezt a mai koncertet. A Szent László emlékév keretében milyen programokkal várják a közeljövőben a kerületi lakosokat? Következő programunk június 17-én a Szent László templomban lesz egy Donizetti kantáta magyarországi ősbemutatója, amelynek második előadását várhatóan a Mátyás templomban fogjuk megrendezni. Utána jön a szokásos, már hagyományos Szent László napok rendezvénysorozat itt Kőbányán, és aztán a nyáron egy kicsit megpihenünk, és szeptemberben újult erővel folytatjuk az iskoláinkban a mindenféle versenyeket, kiállításokat, és egyéb rendezvényeinket. Ez egy rendkívüli esemény, ilyen itt még nem volt. Felújítottuk a plébániát, és a plébánia teraszáról is lesz néhány zenei szám, ami elhangzik, de talán a legérdekesebb része ennek a ma estének a közös együtt munkálkodás. Én azt szeretném kiemelni, hogy nem a plébániáról van szó önmagában, vagy nem csak a Tutta Forzáról van szó, hanem hogy itt egy közös munka van, ugyanis az az elképzelésünk az idei Szent László évvel kapcsolatban, hogy valamit közösen próbáljunk megtenni. Tehát nem külön-külön szervezni, ötletelni, hanem közösen leülünk, együtt szervezünk a Szent László általános iskolával, a plébániával, az Eszterházi Alapítvánnyal, a Tutta Forzával, és most ennek lehet itt látni majd a gyümölcseit, illetve hallani a gyümölcseit ma este. A plébániát is belevonták a szervezésbe? Természetesen, tehát ugyanúgy benne voltunk mi is a szervezésben, végül is a helyszínt valamilyen szinten mi adjuk, hogy a plébánia teraszáról is fognak szólni a zenék, tehát gyakorlatilag közösen álltunk neki ennek a szervezésnek. Mi az utcakoncert műsora felépítése? Az utcakoncert ez egy teljesen váratlan dolog nekünk, nagyon ritkán játszunk utcán, ugye mivel látjuk, hogy csellisták vannak, meg hegedűsök vannak, de nagyon megtisztelő volt, hogy fölkértek bennünket. Hát én úgy végig gondoltam, amikor ez úgy elindult, hogy talán úgy keretbe fogjuk, hogy a Tutta Forza elejét, ugye a mottónk az az, hogy a régi zenén, Johann Sebastian Bachtól kortárs mai filmzenékig, tehát a koncert műsora úgy fog kezdődni, hogy a trombitások fölmennek az erkélyére, a plébánia erkélyére, onnan eljátszanak három ilyen fanfárszerű dolgot, vagy kettő fanfárszerű dolgot, utána lejönnek, és innen folytatjuk. Eljutunk egy nagy zenekarral, ugyanilyen fanfárszerű zenét fogunk játszani, Clarknak a Trumpet Voluntária trombita hangról, ugye, mert ugye 9-10 trombitás van az együttesbe. Aztán népszerű opera részletek lesznek, amiben Carmen részlet lesz, aztán Brahmsnak az első, ötödik magyar táncát játsz, első, meg az ötödik magyar táncát, utána Kodályra emlékezünk, az Intermezzót eljátszuk a Hári című operából, és a legvégén pedig a rabszolgakórust a Verdi Nabukkójából. Aztán utána átmegyünk egy kicsit könnyedebb zenei részekre, filmzenéket játszunk, Webbert játszunk, Webber musicaleket, aztán Brazílt, és a végén meglátjuk, hogyha besötétedik, akkor lesz egy ilyen szilenció, hogy befejezzük. Hogyan készültek a mai alkalomra, és a Tutta Forzának melyik zenekara hallható, látható most itt? Az az igazság, hogy egy kicsit olyan, ugye mindig ilyen kampányszerű dolgok vannak nálunk is, meg mindenütt, és hát most a legnagyobbak vannak itt, ugye ez a Tutta Forza, az igazi nagy Tutta Forza, mert tegnap, vagy múlt héten ugye játszott a Streetballon a Piccola zenekar, tegnap játszottak a Smáltósok, a legkisebbek,
a könyvtárban a nyugdíjasoknak a pünkösd alkalmából volt egy ünnepség, és ma meg a nagyok szerepelnek, úgyhogy a legnagyobbak. Hát ezeket a műsorokat ezt nagyon komolyan veszük, mert szeretnénk többször eljátszani másutt is, ezek értékes zenék, ugye, és nagyon, nagyon széles körű, tehát én nagyon örülök, hogy a gyerekek ennyire vevők arra, hogy többféle stílust egy koncerten belül, mert körülbelül egy óra alatt bejárunk több száz évet stílusban.